Valaki kopogott? Megyek, megnézem. Jött pár levél. Hát az meg micsoda a kezedben? Add ezt kire gyorsan. Add vissza, az az enyém. Hát neked meg kiírna, mi? Takarodj a szobádat és semmiek elő. Mit képzelsz magadról? Örömmel értesítjük, hogy felvételt nyert a Marcelli Berzsenyi Dániel gimnáziumba. Ez az! Semmi kedvem nincs. Jaj, de már ez a órán! Persze, ez a órán. Úristen, le fogjuk késni a vonatot! Hát, mert össze-vissza, Gyerekek, nagyon fontos dolgokat kell veletek megbeszélnem, de ez most tényleg komoly. Nézem itt az éves programot, rendezvény hátán, műsor, program, és itt az érettségi. Annyiféle tantárgyból kell készülni, én nem tudom, de én ismerlek benneteket. Tudom, sikerülni fog, csak komolyan kell venni, neki kell állni, tanulni kell, minden megpróbáltatást sikeresen végigcsinálni. Ugye meg tudjuk csinálni? Nem. Jó, azt kérem mindenkitől, hogy vegye nagyon komolyan ezt a tanévet. És próbáljuk meg minden nehéz próbatételt sikeresen túlélni, végigcsinálni, és jó eredmények szülessenek az érettségén. De mit akar már megjön? Igen. Igazgató. Ó, Dávid. Hivatott? Igen, nem véletlenül téged hívtalak. Te vagy az utolsó reménység. Nyáron elloptak tőlünk egy tárgyat, és ezt a tárgyat meg kellene szerezni, mert enélkül a mi iskolánk nem igazán fog működni. Úgyhogy most egy olyan képet, egy emlékképet szeretnék neked feleleveníteni, ami majd a segítségedre lesz. Virág, légy szíves! Köszönöm. Most az lesz a feladat, hogy az emlékedet felidézzük. Ezért kérlek, nézz bele! És egy kicsikét.
Ó, édes Istenem! Én ezt nem gondoltam volna. Akkor most már tudjuk, kié volt a köpeny. Megpróbáltam megállítani. És nem sikerült. Nem. Ez mindig legyen nálad, mert ez nagy segítség lesz, hogy visszaszerezd. Úristen, talán ő jól van! Jól! Semmi baj, picikém. Beszélnünk kell veled. Most voltam az igazgató úrnál, és azt mondta, hogy te vagy a kiválasztott. De teljesítened kell 3 komoly próbatételt. Mi ez a 3 próbatétel? Meg kell szerezned a tantárgyak erekéit. De hát hogyan szerezhetem meg azokat? Hát ezt én sem tudom egészen pontosan, és az se, hogy mikor és hol, de a legfontosabb, hogy szerezd meg a körzők urát. A második, ami szintén nagyon fontos, az az aranycikesz. És ezen kívül még meg kell szerezned a feltámadás koponyáját. De azt hiszem már, így is nagyon sokat mondtam. Értem. Siess gyorsan órára. Rendben van. 2 egyenes meccéspontját keressük most, jó? Milyen módszerekkel tudjuk megtalálni? Tessék! Jó reggelt, elnézést a késésért. Potter! Még az utolsó évben a nagy vizsga előtt is késik? Ne is üljön le! Ne is üljön le! Pakolja le a cuccát! Írok magának egy feladatot. Jó? Senki nem tudta, mi megcsinálni. Emlékszem, a logaritmus szerette legjobban, fiam. Ha megoldja, akkor valami különleges tárgyat kap, ami nagyon-nagyon fontos nekem és nagyon értékes. De csak a megoldja, fiam. Okay. Megígértem, mert be kell valljam, hogy ez tényleg egy különleges alkalom, hogy ezt a feladatot megoldotta valaki. Hát gratulálok, jöjjön velem, Potter! Amit kap, ez a tantárgyak erekéje. A körzők ura. Köszönöm szépen. Vigyázzon, csak egyszer használhatja, ha nagyon fontos. Csak egyetlen egyszer, hogy a tudását megszerezze. Jó napot kívánok! Az utolsó év is eljött. Mindenki túlélte, nem még csak most jön a java. Csapjunk is bele a közepébe. Mindenki tudja, hogy van egy játék, amit csak az játszhat, aki eljut az 5. évig. Most önök is elérkeztek ide, hogy nehezítsem egy kicsit a dolgukat, kivételesen én is leszállok a játékban.
Nem tudom, hogy mit tudsz a tantárgyak erekéiről, de ez az egyik közülük. Ez az arany cikesz. Bármikor felhasználhatod, akár egy párbajban. Amikor az ellenfeled már elfáradt, te még akkor is energiával teli leszel. Köszönöm. Ígérem, nem okozok csalódást. Az eddigi megszerzett elméleti tudásotokat fogjuk gyakorlatban átültetni. Következő lesz a feladat. Mindenki előtt van egy növény, és van egy fejhallgató. A fejhallgatót fel kéne tenni a fejetekre, és utána a cseréből kihúzni a növényt. Nagyon figyeljetek, ezek egy rendkívül érzékeny növények, mandragóra, amelynek a sikolyától akár meg lehet süketülni, el lehet ájulni. Lehet kezdeni a feladatot. Ó, jaj! Úristen, eljött a tanárnő! Igen, hogy is kell csinálni? Tanárnő, jól van? Várjatok, én tudom, mi a baja, mindjárt jövök! Pár másodperc, hogy hasson. Mi történt? Történt egy kis baleset, de minden rendben lesz. Jaj, köszönöm, hogy megmentettétek az életemet. Nagyon köszönöm. Hát, Dávid, azt hiszem, van valami számodra a szertárban. Gyere velem, odaadom. Ez a feltámadás koponyája. Hasonló helyzetekben ez rajtad is segíthet. Köszönöm szépen. Jöhet! Ó, Dávid! Hát nagyon örülök, hogy megjöttél. Már nagyon vártalak. Gyere, foglalj helyet! Köszönöm. Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan meg tudod szerezni a három erekjét. Igyekeztem igazgatni. És akkor most már azt is tudjuk, hogy a bölcsek kövét kilopta el, de a nevét nem mondjuk ki. Csak úgy tudjuk legyőzni, hogy a három erekje együtt van, ez pedig te szedted össze, és ezért én benned bízom, hogy le tudod győzni ennek a három erekének a segítségével. De miért nekem kell? Még sohasem párba jöztem ilyen nagyhatalmú varázslóval. Mert én bízom benned, hiszen a három erekje tulajdonosa most már te vagy, és ezzel fogjuk tudni legyőzni azt, akinek a nevét nem mondjuk ki. Most menjél és készülődjél! Ha sikerül legyőznöd, meg lesz a jutalmad. De nem akarlak elkeseríteni. Nagy küzdelem vár még rád. Úristen, meg fogok halni!
meg fogok halni. Úristen, meg fogok halni! Run. Akkor hát kezdjük. A meg B a négyzeten. A négyzet meg 2AB plusz B négyzet. Másodfokú egyenlet megoldó képlete. X1, 2 egyenlő mínusz B plusz mínusz négyzet gyökjel alatt B négyzet mínusz 4AC per 2A. Látom, ezek túl egyszerűek voltak. Ekvivalencia. Akkor és csak akkor két olyan összetett kifejezést foglal egybe, amelyek a ha-akkor szerkezettel adhatók meg, és amelyeket az implikáció logikai műveletnek nevezünk. Disjunkt halmaz. Két halmazról akkor mondjuk, hogy disjunkt halmaz, ha nincs közös elemű. Aszimptota. Egy olyan görbét többnyire egyenest jelent, amely egy függvény grafikonja hátterében megközelít, de nem éri el. Polinom. Többtagú algebrai kifejezés egy olyan kifejezés, amelyben csak számok és változók negatív egész kitevőjű hatványainak szorzatai, illetve ilyenek összegei szerepelnek. Rossz válasz! Hol vagyok? Hát hol lennél? Rossz választ adtál és meghaltál. És most mit kell csinálnom? Használd a koponyát. A feltámadás koponyája. Meg tudná nekem mondani, hogy ez mi? Ez... ez egyértelműen egy körző. Rossz válasz. Ez nem egy körző, ez a körző. Rossz válasz. Dávid, de örülök! El sem hiszem, hogy megkerült a kő. Hát gratulálok még egyszer. Köszönöm szépen. Megmentetted az iskolát. És hát akkor az iskola kulcsát elfogadod-e? Nem is tudom. Hajrá 12-e! Én reménykedem abban, hogy... mi az Istenben reménykedem? Maci! 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 Gyere! Macika! Amely szükség lenne, a szükség lenne... még egyszer? Úristen, talán ő hol van? Ne, így megijeszted! Na, ezt kérem! Cs-cs. Maci! Nem jó! Na, figyeljál a macskára! Gyere! Az nem baj! Ja, bocs! Gyere! Maci! Nézd, a mindig a sarkot keresik! Maci! Maci! De engem ne vegyél! Ja.
Jó, akkor gyere újra az ajtóhoz. Mondja, hogy? Gyöngyi néni maga jöjjön ide, az ajtóhoz. Gyere. Na. Jó. Jó lesz, jó lesz, jó lesz. Menjél, menjél, menjél. Ne zajongjatok. Ne zajongjatok, mert megijedés. Jó! Ó, Péter. Ó, Potter Péter. Hát gratulálok. Nem is gondoltam volna. Valóban! Jó napot! Tényleg kell állnom! Sziasztok! Nagyon köszönöm szépen a dolgokat. És aztán ebben a fidejben hagyjuk készen. Köszönjük szépen! Köszönjük! Stand up! Akarom mondani osztályfőnök jóra. Sziasztok, én Pelle Renne vagyok, és azt javaslom nektek, hogyha jót akartok magatoknak, akkor szavazatok Dávidra a 12 elől, mert Dávid király. Dávid nagyon menő, és hát Dávid az... csak Dávid. Molnár Piroska vagyok, és arra kérem benneteket, hogy szavazzatok Dávidra a 12. Szavazzatok Dávidra a 12. elben. Mert ha nem, jó csak vicc. Nem sokára kezdődik az Apáca Show című előadásunk a Budapesti Operettszínházban. De előtte szeretnénk arra kérni benneteket, kedves testvéreink, hogy szavazzatok Dávidra a 12. elből. Amen! Sziasztok, mi vagyunk a Fortissimo zenekar. Sziasztok! Szavazzatok Dávidra. És a legsirályabb osztályra, a 12. Sziasztok, Kuti Bettina vagyok, világbajnok kézilabdázó, és meg szeretnélek kérni titeket, hogy szavazzatok Dávidra és a 12-re. Hajrá, Dávid! Szavaztok, ez itt a Depresszió zenekar, és azt javasoljuk, hogy szavazzatok Dávidra és a 12-e osztályra. Sziasztok, Csonka András vagyok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Marcali Berzsenyi Dániel gimnáziumban, akár tanuló, akár tanár, aki csak él és mozogott, mindenkit ölelek. Nagyon izgatott vagyok, nem tudom, látszik rajtam, hiszen hagyományosan nálatok diákigazgató választás lesz. Ezért arra gondoltam, hogy megosztom veletek az én tuti tippemet. És erre számíthatok, ebben bízhattok. Mindenkit arra kérek, szavazzon a 12. E-osztályra és Dávidra. Nem fogjátok megbánni. Hajrá, Marcali Berzsenyi Dániel gimnázium, hajrá, 12-e, és Dávid. A legjobbakat mindenkinek. Ciao. Azt kérem, szavazatok a 12-re. Sziasztok, Panyi Kanita vagyok, a 2017-es Survivor egyik játékosa. 41 napot éltem egy lakatlan szigeten, ahol igencsak megtanultam, hogy hogyan kell küzdeni azért, amit nagyon szeretnék megvalósítani. Úgy hallottam, hogy a Marcali Berzsenyi Dániel 12. E-osztályában is van egy igazi küzdő szellemiség, ő Dávid, úgyhogy szeretném, hogyha rászavaznátok, és ő lenne a diákigazgató. Napok el Baldi bácsi! Szavazd Dávidra! És a 12-re! Sziasztok, Guriseti Gréta vagyok, válogatott vízilabdázó és egyben a Dunajvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület játékosa. Ha esetleg gondolkodnál azon, hogy kire szavaz az idei diákigazgató választáson, akkor az egyértelmű, hogy a 12. elből Dávidra. Sok sikert, sziasztok! Szavazzatok a 12-re! Nincs már semmi. Hála Istennek!